Sziasztok! Itt a Cserebogár Explorer Trigán Tamással. Amelyik eddig nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornára, ezzel tudjátok a legjobban támogatni a Bolondgár TV-t. Mai műsorunkban meglátogatjuk a Békésszentandrási duzzasztót, amit eddig nem ismert oldalról fogunk bemutatni. Először is bekukkantunk, hogy mi van a gépházba, hogy néz ki belülről az erőmű, ezen kívül mi van a föld alatt, és egy érdekes kis házikót is szemrevételezünk. A Békésszentandrási duzzasztó 36-tól 42-ig épült, személyesen Horthy Miklós adta át, és a fiáról nevezte el, aki azelőtt hunyt el nem sokkal. A duzzasztónak a hatása egészen a kettőskörösig, békésig, a sebeskörösig is érezhető, sőt, még a Turkevei közötti hídig is. A duzzasztómű belső oldalán látható egy jó kis keresztmetszeti rajz magáról, az építményről. Utána itt látjuk a régi hallépcsőt, azután pedig felülről fogunk betekinteni, ahol mentek a halak. Nem olyan régen kialakítottak egy hosszabb hallépcsőt, ez már sokkal jobban megfelel a mai kor igényeinek és a halaknak is. Bár az egyik oldalán egy kicsit meredekebbek lettek a lépcsők, de azért a halak megtalálják az útjukat. A duzzasztóhoz tartozik egy jó nagy hajózsilip is, ezen már egészen nagy méretű uszályok is át tudnak zsilipelni. Ezt most innen belülről látjuk erről a szigetről, ami a duzzasztóhoz tartozik. Itt fix időpontokban lehet napjában többször átzsilipelni. Egyébként érdemes meglátogatni, mert nagyon jól néz ki. Ezek után pedig menjünk és kukkantsunk be, hogy hogy néz ki belülről maga a gépház. Ezekről a gépekről azt kell tudni, hogy azon kívül, hogy fantasztikus retro színekben tündökölnek, hogy a mai napig az eredetik működnek. Igaz, hogy már nem kézzel csavargatják át a kapukat, nyitják meg itt a különböző nagy kerekeket, hanem már az elektronika átvette az uralmat. Természetesen az egy-két szer évente kiszokták próbálni. Itt pedig meglátjuk az erőművet. Szépen lemegyünk a föld alá, az a nagy betonplac, az nem egy felülről, az nem egy parkoló, hanem maga az erőműnek a teteje. És lám, itt van maga ez a hatalmas nagy építmény. A felülről nem is gondolná az ember, hogy mekkora. Két hatalmas nagy turbinán keresztül áramlik be a víz, összességében 2 megawatt energiát tud termelni átlagban, és ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 3000 háztartásnak a komplett energiáját tudja ez a megújuló energia biztosítani. Elég komoly a szerkezet, 2013-ban épült, ugye felmerül a kérdés, mi van, hogyha vigyen a víz. Hát itt van ez a torony, magas vízárásnál a toronynál lehet bemenni. És tessék, itt van, még körbenézzünk egy kicsit, a közelben egy ilyen elhagyatott lábakon álló ház van, az ártérbe, ott a Békésszentandrási duzzasztótól nem messze. Van egy kis csatorna, és tessék, ott vannak a hódoknak a rágása, tehát ide is beköltöztek. Kint a mezőn természetesen emelkedik a víz, kiugrándoznak a vakondok, és itt láthatjuk messziről, és köszönjük, hogy velünk tartottatok, ott egy madár, riasztó madár volt, és el ne felejtsetek feliratkozni, sziasztok!